Elkezdődött a horgászok tavaszi szezonja, ami a szabolcs-szatmár-beregiek életében évszázadok óta jelentős szerepet játszik. Megyénk területén több mint 6600 halászati területen biztosítottak a horgászati lehetőségek. Szabolcs-szatmár-bereg megyében nagyon sok természetes víz található, köszönhető a nagy folyóinknak, és ugye vannak elég nagy víztározóink is. Olyan 6000 hektárt meghaladó természetes vízfelület áll itt a horgászok rendelkezésére, amiből körülbelül 494 folyamkilométer az, ami folyóvíz. És mondhatni, hogy vadregényes folyóvíz, hiszen az összes nagy folyónk benne van ebben, ami a megyében megtalálható. Országos szinten azt tudom mondani, hogy körülbelül egy létszám szerint az ötödik legnagyobb szövetség vagyunk. Mi megyei horgászszövetségként működünk, körülbelül 63 tag egyesületünk van. És mivel az országban 25 területi vagy megyei szövetség működik, én úgy gondolom, hogy ezzel az ötödik helyünkkel jó helyen állunk. Ez körülbelül egy ilyen 28.100 fő körüli horgász létszámot takar a megyében. A horgászat népszerűségét a statisztikák szerint nem törték meg az elmúlt évek pandémiás hullámai sem. Sőt, a korábbiakhoz képest többen választották ezt a pihenési vagy épp sportolási formát. A szakember elmondta, általános tendencia, hogy az idő múlásával sokan térnek vissza a gyermekkori hobbiukhoz. A középkorúak vannak a legnagyobb létszámban, viszont nekünk nagyon fontosak a fiatalok elsősorban, hiszen van egy ilyen tendencia, ami azt mutatja, hogy ha valaki gyerekkorában, fiatalkorában elkezdi a horgászatot, az olyan 20-25 éves 30 éves korában egy kicsit eltávolodik tőle, de utána 30-35-40 éves korában pedig vissza fog térni, és ugye ők gyarapítják majd azt a tábort, amiből a legtöbben vannak. A horgászáshoz szükséges kellékek gyártása és forgalmazása az elmúlt évtizedekben hazánkban is egyre nagyobb iparággá nőtte ki magát. Ma már az sem ritka, hogy valaki több százezer forintot költ egy-egy botra, vagy épp olyan kapásjelzőt használ, amely digitális kapcsolat segítségével értesíti a horgászt, ha az épp nincs a bot közelében. Magyarországon inkább a békés halakat kedvelik az emberek, a ragadozó halak azok háttérbe kerülnek, így van a fenekezés, vagy féderezés, vagy esetlegesen pontyozás, ugye bojlizás, ezek a népszerűbb dolgok itt a magyar horgászok köreiben. Egy horgász engedély ára ma Magyarországon 8300 forintba kerül. Aki betöltötte a 15. életévét, már nem jogosult a gyermekhorgászjegy megváltására, hanem vizsgáznia kell, ami továbbra is díjmentes.